A munkatörvénykönyv jelenlegi módosítása négy fő területet érint. Az egyik a próbaidővel kapcsolatos, a másik a munkaidőkerettel, a harmadik a szabadsággal, és a negyedik a túlmunkával. A próbaidővel kapcsolatosan a jelenlegi jogszabály azt mondja, hogy 30 nap alapesetben a próbaidő, és ettől rövidebb vagy hosszabb időtartamú is lehet, ha a felek megállapodnak, azonban nem lehet több 3 hónapnál. Az új szabály szerint ez az alapszabály marad, illetve kollektív szerződés dönthet arról, hogy hosszabbodik a próbaidő, de maximum 6 hónapos időtartamra. Ez egyébként a közszférában a gyakorlat a manapság. Illetve nagyon lényeges kérdés, hogy a munkaszerződésben ezt a 6 hónapos meghosszabbított próbaidőt ezt rögzíteni kell. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez legalább annyira garancia a munkavállaló számára, mint a munkáltató számára a későbbi foglalkoztatás tekintetében. Nem igaz az, hogy 5,5 napos lesz a munkahét. A jelenleg is a válság kapcsán az a szabály élt, hogy a 40 órás munkahéttől eltérni a felek megállapodása alapján 36 és 44 óra közé lehet. Ugye ez a szabály arról szólt, hogy amikor kevésbé van munka a válság miatt, akkor 36 órában, ha több munka van, akkor 44 órában lehet a munkavállalót foglalkoztatni, de úgy, hogy mindig a 40 órás fizetést kapja, tehát a normál fizetését kapja. Ez a szabály 2011. december 31-én lezárult volna, és mi nem fogjuk, tehát visszanyitjuk, gyakorlatilag határozatlan időre szeretnénk ezt a rugalmas szabályt fönntartani, hiszen ez egyértelműen a munkaerőpiac rugalmasságát biztosítja, tehát szó sincs arról, hogy a munkavállalónak bármilyen érdeke csorbulna, ehhez is a felek közös megegyezésére van szükség, ahhoz, hogy ez a 36-44 órás időkeret működhessen, és egyéb más szabályok is beépülnek, amelyek a munkavállaló védik adott esetben. Egyik ilyen például, hogyha a 44 órát időtartamban nem lehet fölmondani rendes felmondással a munkavállalónak, vagy hogyha a munkáltató többet foglalkoztat 44 órában, mint 36 órában foglalkoztatott, akkor a háromszoros bért kell neki kifizetni. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezek kellő garanciák. A szabadsággal kapcsolatban sem igaz az, hogy csökkenni fog a szabadság. A szabadság időtartama pontosan ugyanannyi lesz, mint eddig volt. A kiadás szabályai fognak változni. A jelenlegi szabályok szerint a kettőnél több részletben a munkavállaló kérésére lehet a szabadságot kiadni. Az új szabály az úgy fog szólni, hogy a munkáltató különösen indokolt esetben a kettőnél több részletbe való kiadást is megoldhatja. Azonban itt is van egy fontos szabály, hogy a munkavállaló az éves szabadsága terhére legalább 14 napot egyszerre igénybe vehet, tehát köteles a munkáltató ezt a szabadságot számára biztosítani. A következő dolog a túlmunka kérdése. Ugye a jelenlegi szabályok azt mondják, hogy ha valaki ugye túlmunkában vesz részt, akkor 50%-os pótlék jár neki, de a felek megegyezhetnek, megállapodhatnak arról, hogy ezt a pótlékot szabadságban váltja meg. Most az új szabály szerint annyi az eltérés, hogy a munkáltató dönthet arról, hogy a pótlék helyett adott esetben szabadságot ad ki a munkavállaló számára. Nem egyedi eset ez, amiről most beszélek, mert például a szomszédos Ausztriában is ugyanilyen módon szabályozzák ezt a